Most üdvözlőjük a kedves kollégákat, ez itt a Game Day iroda, azon belül is egy újabb heti gameplay sorozatunk. Ezen a héten ismét velünk van Imre és a The Order 1886-tal fogunk játszani. Az E3 elemző videómban tévesen ezt is a zombis játékok közé soroltam, de jó néhány kollégának leesett, hogy mire gondolok akkor, amikor én ezt zombis játéknak nevezem. Ebben ugye, hát valamilyen... Farkas szörnyek. Szörny, félig ember, félig állat. Mert azért valljuk be, hogy kaliberében a... félig ember, félig farkas, meg a félig ember, félig halott, de még szimbolikájában sem feltétlenül áll túlságosan távol egymástól. Tehát igen, tévedtünk, nem zombik, hanem vérfarkasok, vagy legalábbis majd mindjárt meglátjuk, milyen fajta farkasok, de a jellegében ugyanott tartunk. Sajnos. Mindig a nácik a gonoszok, mindig az oroszok a gonoszok. Igen. És most már a játékiparban is megunhatnák szerintem azt, hogyha valami akciójátékot akarunk csinálni, akkor ne csak mindig a zombik jöjjenek. Most gondolj bele, hogyha még mindig ilyen Die Hard típusú filmek készülnek, mondjuk egy jó Tekken 3, ugye? Tehát, hogy azoknak a filmeknek már leáldozott a kora, igen. Mert igen, néha igen, a kreativitás legyőzi azt, hogy a régi kliséket vegyük elő újra. Minden esetre most hát megnézzük, hogy mi kerekedett ki az Orderből. Let's do this! New game! Kevés dolgot tudunk a játékról, az egyik az, hogy nagyon rövid, 6 órás, úgyhogy az elejéről kezdünk. Ez olyan érzés volt, amikor a kamerát lehagytuk a patak alján, és aztán visszanéztük a felvételt, ez úgy így nézett ki. És tényleg, ők is lehagyták a kamerát. Most vízbe folytanak minket, igen éppen. Az alternatív Londonba látogatunk el. Londonban látogatunk el? Ja nem, tényleg, azt hiszem azt mondjuk, hogy Londonban játszódik. Ez örülök, hogy erre második percre szánunk időt. Figyelj, egy jó setup-hoz-tól, ról-ban lényeg, hogy nem szabad sajnálni az időt. Imre és a gameplay-en belüli ragozás. Ezért nem én csinálom a gameplay-eket, nem tudok beszélni. Igazából igen, tehát szerintem nagyon érdekes, hogy ennyire lassú általában nem szokott lenni, vagy ilyenkor már azért kapjuk az információkat még egy filmben is. Igen, mondjuk, hogyha a Dying Light-tal összehasonlítjuk, ennyi idő alatt ott már leestünk a ejtőernyővel, megtámadtak minket, meg is mentettek minket, fölkeltünk egy ismeretlen helyen, most meg azt néztük 2 percen keresztül, hogy vízbe próbálnak folytani. Na most megtudtuk, hogy hol vagyunk legalább. Most már nem is a karakter vagyunk, most már csak úgy nézzük a filmet. Fine, oké. Okay. És most megint folytogatnak! Előbb-utóbb játszani is fogunk, én biztos vagyok benne. Gyerünk! Elkezdődött a játék! És én is, ezt is én akartam csinálni. Yeah. X. Dögölj meg! Nyomd meg az X-et, hogy öld meg az ember! Kedves kollégák, Kergő elkezdett játszani! A semmiből, hirtelen. Kontroll rendkívül finom. 2 gombot kell eddig megnyomni, de úgy érzem, hogy biztonságban vagyunk. I'm holding. Ezt tényleg tartani kellett a gombot? Én nagyon izgultam annak ellenére, hogy nyomni kellett 1 darab gombot, így van. Végre! Yes! Irányítás következik, hölgyeim és uraim. Jaj, de most nézd meg ezt! Most nézd meg csak az ingjét. Iszonyatosan jól néznek ki a textúrák. Ez valami, ami egyébként már a játék bevezetőjében is látszott, hogy grafikailag azért nagyon ott van. Aztán azt mondtad, hogy tetszik is a világ, ugye? Így van. Alapvetően szerintem az alstílusa már abban a kis bevezető videóban lejött, hogy kreatív és érdekes. Add ide, bármi is az. Fegyver! Nagyon jó. Mi? You look old. Oh! Wow! De és ez mire szolgál valamelyik? Ott meg lehet látni valamit! Így kevergetjük a levest. Képzeld el azt, összeveltek, éppen csak kikerültük, bármikor jöhetnek az arcok, mi meg így jaj, de szép. Nézzük, ahogy megcsillan rajta, ez igazán gyönyörű, míves munka, nem tetszik. És ehhez aztán egy akkora quick time action kellett. A fegyverekhez, de a forgótáros az nem így kijön oldalra, mert... Modellje válogatja, de biztos vagyok benne, hogy valaki majd meg fogja nekünk mondani. Még egy ilyen csavarkulcsot azért magammal vinnék, csak hogy
Biztos sem ejtettél. Nem? Semmi? Semmi. Lootolás nélkül nem érezzük jól magunkat. Úgy mozgunk, mint Gollum, nem tudom, hogy észrevettél-e. Miért szeretünk a nappaliban gameplayt venni, mert a szemünkbe világít két lámpa, és nem látjuk, hogy hova megyünk. Na végre. Hogy erre volt jó pisztoly? Ez a pisztoly is csak akkor veszélyes, ha valaki lenyeli. Gyerekek, igen. Jó. Ennél nyögve nyelősebb tutoriált én még értem is van. Az ilyenfajta lassú, atmoszférikus bevezetőknek akkor van igazán értelme, hogyha már tudjuk, hogy ki ez a fő karakter, miért izgulunk miatt, milyen veszélyben van pontosan, stb. Így információ nélkül kicsit üres. Nem vészes, de akkor is. Ez mint az Advanced Warfare-ben, tudod, mikor meghal két perc után a társunk, és így, hát hatódj meg, nem. Nyomd meg az X-et, hogy meghatódj. Oh, cover system. Nagy... Ez is szkriptelve volt. Hát persze. Miért akarsz játszani, Imre? Add fel. Amikor jön az izgalom, az le van szkriptelve, amikor semmi nem történik, akkor mozoghatunk esetleg. Így ezt van. Most te irányítod, vagy? Ne, dehogy is. De megint miért akarsz játszani? Egyszer már megtanított menni. Ha nem volna világos, megtanít még egyszer. De most sem megyünk, tehát ez... Ez is quick time event, csak a joystickkel. Na ez egy arcmimika! Emlékszel a Dying Light-ban milyen arckifejezések voltak? Semmilyenek. Hogy mozog, izé, rándulod minden izomzat, ez nagyon szép. Hát barátom, ezért kár volt kiabálni. Jaj, bocsánat. Elvették. Na, rájött, hogy nincs benne golyó. Aha. Elkeseredetten próbálják az interakció illúzióját fenntartani. Ez becsületesen motion capture-olt. Ne, abszolút. Nagyon kemény. Nagyon kemény. És nézd meg, nem folynak egybe a textúrák se. Au. Fun fact, így nem recsen a nyakad, mert ezzel a módszerrel úgy nem megölni egy embert, hogyha eltávolítod egy egymást a csigolyákat. Ugye akkor a belső része a szabadon marad, és csak egy pár mert egy kicsit elfordítod és eltörik, mert nincsen csont. Fúj, nem. Támaszza. Fúj. Nem bírom az ilyeneket. Put your hands up in the air. Nem érzi. Shiny new weapon. Na, yes! Ide. V, mi? De ez miért van megint kiírva? Ez konkrétan egy point and click adventure-ben több akcióval. Nyomd meg az L2-t, hogy az irgalmatlan tech demo-nkat végignézhesd. Megint meg kell nézni. Nem hiszem el! Nagyon érdekes rádióadóvevünk és középkori ruhánk és viktoriánus fegyverünk és minden ilyenünk van. Na végre. Na, miénk a szabadság, hölgyeim és uraim, kivetjük a dobókampot és már repülünk be a városba, nyilvánvalóan nem, hanem futunk valamelyre. Tudsz futni? Nem, most nem enged. Miután megtanított, nem lehet. Korláton átugrani. Nem, mindjárt bemegyünk. Ez jobb volt végig sétálni. Zoomolni tudunk egyedül. Az rendben van. Ez nem creepy egyáltalán. Csak a... Jó reggelt! Hello. Nyomd meg a gombot, hogy... Előtt a lépcsőn. Elnyomjuk a gombot, hogy... Megnézzük. Forgatjuk. Igen. Nézd, hogy view the reverse. Na jó.
Na jó, itt semmi, ebben a világban minden azért született meg, hogy megakadályozom minket a játékban, úgyhogy nem fogunk nekik engedni. Pedig messze ez az audiolog hallgatás volt eddig a legnagyobb interakció. Mert ki kellett nyitni a menüt, belemenni és meghallgatni. Őrület. Túl sok, nem is bírtam. Na, végre! Yeah! Nem hiszem el, hogy ez tényleg sikerül. Ja, nem én csináltam nyilván. Nem? Nincsen gombok, amiket megnyomhatok! Ez nagyon trippy. Én ezt nem bírom. Tudom, hogy mennyire... Tök jó. És tényleg gyönyörű a részletessége a játéknak. És ezt magunkba kell szívnunk. De nincs ember, aki ilyen lassan megy el egy küldetésre. Na jó van. Hölgyeim és uraim, itt kell abba hagynunk a gameplayt, mert tényleg retteltesen kifogyunk az időből. Az a helyzet, hogy amink itt van, az egy ilyen interaktív film, és inkább a filmre helyezi a hangsúlyt, mint sem az interakcióra. Legalábbis ez jön le az elejéből. Sokat picsogunk, és részszint viccelünk csak. Nagyon furcsa, hogy ennyire kidob a játék a saját élményéből, és csak láthatja a dolgokat, és nem játszatja. Hát jövünk a következő résszel. Előbb-utóbb csak lövünk valamit.